A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai vendégem Balázs Viktor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara környezeti fenntarthatóságért és innovációért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Tisztelettel köszöntelek én is! Mi másról kellene ma beszélnünk, mint egyrészt a fenntartható mezőgazdaság fejlődése, illetve alapja, illetve mindaz, ami történt velünk az elmúlt időszakban, és ehhez szerves része nyilván a gazdasági, a környezeti fenntarthatóság, és most a környezetváltozás, illetve a széndioxid gazdálkodásnál fontosabb téma nincsen, hiszen olyan környezeti hatások érték a szántóföldeket is, ami megoldást kíván, méghozzá mi hamarabb, hiszen azért tapasztaljuk az egész Magyarországon, de Közép-Európában, sőt Európában és a világon mindenütt, hogy megváltozott a világ bizonyos értelemben. És hát egy kicsit akkor vissza kell térnünk ennek tükrében a közös agrárpolitika a fenntartható uniós mezőgazdaság érdekében hozott döntéseiről, illetve célkitűzéseiről kell, hogy beszéljünk, hiszen a környezet és a gazdasági fenntarthatóság kézenfogva jár. Mi mindent tehetünk mi itthon, hiszen én azt mondom, hogy felelősek vagyunk egyik oldalról a gazdákért, felelősek vagyunk a fogyasztókért, felelősek vagyunk mindazért, amit az elején felépítettek, és most úgy tűnik, hogy az időjárás, illetve a fentiek ezt nem teszik lehetővé, hogy ez optimális esetben működjék. Ugye, ha megnézzük először is az uniós keretrendszert, ami alapjául szolgál annak, hogy a különböző tagállamok saját maguk képére és nyilván ott a helyi viszonyokhoz szabják azt a keretrendszerben épített jogi kötelmeket, amelyek ugye rendelet szinten hazai regulációs folyamatokban tudnak részt venni. Ugye, hogyha végigkövetjük, látható az, hogy az Európai Unió az elmúlt 20 évet tekintve egyfajta zöld átállás az, amit szeretne megvalósítani, hiszen látszik az, hogy a környezeti elemeinkkel történő gazdálkodásunk kapcsán nyilván ezek véges termékek, és megpróbáljuk úgy ezeket adaptálni és a gazdálkodásba illeszteni, hogy fenntartható módon az unokáink részére is biztosítsuk azt a lehetőséget, hogy hasonló életkörülmények és hasonló környezeti tényezők mellett tudjanak gazdálkodni. Természetesen ugye, ha megnézzük és a múltba visszatekintünk egy kicsit az ipari forradalomhoz, ugye láthatjuk azt, hogy egy lineáris gazdasági modell épült föl, amelynek az alapja az, hogy különböző környezeti fosszilis energiahordozók tekintetében előállítunk valamilyen produktumot, amelyet ugye az emberek felhasználnak, ezekből később ugye energia vagy hulladék keletkezik. De ugye ez a rendszer nem fenntartható, hiszen ugye a hulladékok és az energia elvész. Gondoljunk csak abba bele, hogy az élelmiszereinknél előállított energiának közel 50%-a megy veszendőben, hiszen ugye az élelmiszer pazarlás miatt ugye jelentős mértékű az az energia, amit ráfordítunk az élelmiszereink megtermelésére, és veszendőben megy. És valamikor itt a 50-es, 60-as években már elkezdett megfogalmazódni egy olyan fenntartható mezőgazdasági rendszer, ami a kemizálást követte, és valamikor a 80-as években, ugye azt hiszem a Néma tavasz megjelenését követően került felszínre, hogy ez így nem fenntartható. Valamit változtatnunk kell annak érdekében, hogy az erőforrásainkkal történő gazdálkodás hatására az unokáink részére is tudjuk biztosítani azt a fajta jólétet. Itt a körforgásos gazdaság kapcsán, ami a mezőgazdasági aspektusát nézzük, és ugye a KAP is, a közös agrárpolitika is próbál erre fókuszálni, az, hogy a folyamatok egymásban egy körfolyamatként újra és újra recirkuláljanak. Ez azért nagyon fontos, mert a felhasznált energiaforrásaink később visszaépíthetőek lesznek a gazdálkodási rendszerébe. Erre egy nagyon jó például a biogázüzemek. Egyébként, ha a kibocsátás csökkentési potenciált nézzük, akkor ezek kihasználhatók, hiszen nagyon is jól tudjuk, viszont most már egyre inkább központilag kéne ezt irányítani, mert hogy
csak úgy önmaguktól a gazdák ezt nem fogják megtenni. Függetlenül attól, hogy tapasztalják az éghajlatváltozást, a klímaváltozást, ami érezteti hatásait. Lehet-e ezt a szaktárca, illetve a kamara segítségével megoldani? Hiszen gyors megoldásra van szükség. Igen, ugye szoktam mondani, hogy egy állandó dolog van mostanában az elmúlt 5 évet nézve a mezőgazdasági részben, az a változás. Akár támogatási oldalról, akár megnézzük a környezeti rendszerekben bekövetkező változásokat. Kamarai szinten nekünk az a legfontosabb, hogy megfelelő tudástranszfer segítségével közvetítsünk a gazdálkodók részére olyan technológiai megoldásokat, amelyet az EU-s keretirányelv és a keretrendszer lehetővé tesz. Itt nyilván nagyon fontos az, hogy lássuk a támogatások a gazdálkodók tekintetében nyilván okoznak hatékonyságbeli különbséget, azonban ez egy kompenzáció arra vonatkozóan, hogy azokat a vállalásokat, amelyek a gazdálkodók megtesznek annak érdekében, hogy környezetkímélőben és fenntarthatóbban gazdálkodjanak, hozzájáruljanak egy természeti ökoszisztéma helyreállításában. Nyilván ezt ugye a támogatási rendszer próbálja balanszban tartani. Nekünk kamara szinten az a legfontosabb, hogy ezeket a technológiai innovációkat tudjuk nekik bemutatni. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon fontos, ugyanakkor nem feledhetjük, hogy hazánk is aláírta, tehát az uniós tagországok mindannyian azt a klímarendeletet, ami 2050-re, tehát nagyon messze van, eléri a karbonsemlegességet. Ugyanakkor szakértők azt mondják, hogy mi már réges-régen elkezdtük ezt, de ezt folytatni kell, méghozzá kiemelt témája kell, hogy legyen minden egyes olyan tanácskozásnak, ami a jövőt kutatja, elemzi. Hol tartunk ebben a kérdéskörben? Itt azért rengeteg dezinformáció van magával a klímasemlegességgel kapcsolatban is. Az látható, hogy akár világviszonylatban maga az Európai Unió, Európai Uniós viszonylatban Magyarország egy rendkívül jó helyzetben van, és hogyha megnézzük a globál kibocsátást az Európai Unióban, töredéke azoknak a akár dél-amerikai vagy ázsiai országoknak, ahol valóban problémát okoz a szennyezés, és ugye itt a karbon kredit és a különböző karbonkereskedelem révén azok a nagy fogyasztó országok, akik ugye környezeti szempontból magasabb terhelést okoznak, próbálják egyfajta kvóta rendszerrel ezeket a krediteket kicserélni azokkal az országokkal, mint például akár az Európai Unió, aki egy jóval zöldebb és környezetkímélőbb gazdálkodást hoz létre. Termelésbiztonságról kell, hogy szó essék, aztán most már az asszállyal foglalkozunk. A hatékonyságot csökkentő gazdasági élelmiszerbiztonsági hatékonyságot, humán állat és növényegészségügyi szempontból is csökkentő asszály, de nem lehet megszüntetni, hát az egyértelmű. Ugyanakkor intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy csökkentsük. Ez rendkívül felelősséggel jár. Így van, magáról az aszályról egy pár gondolat. Azért az aszálynak különböző típusai vannak, és nyilván mindent intézkedéssel mi nem fogunk tudni megoldani, gondolok itt az öntözésre, hiszen beszélhetünk légköri aszályról, ugye amikor a relatív páratartalom olyan csökkentett, hogy mondjuk a növényeknek a termékenyülésében okoz zavart, lehet a talajban is aszály, és okozhat növény fiziológiai aszályt, ami mondjuk alacsony talajhőmérséklet vagy magas sótartalom miatt a növények nem tudják elérni a vízkapacitást. Az öntözés lehet egy kiút, az öntözés azonban látható, hogy Magyarország is a legpozitívabb forgatókönyvek tekintetében is maximum 11-néhány% az, ami öntözés alá bevonható terület Magyarországon. Nagyon fontos az, hogy a vizet úgy vezessük a tájban, hogy ez a mikroklímát is jelentősen befolyásolja, ezzel utalva a légköri aszálynak a csökkentésére. És a legújabb kutatások egyébként a talajra kezdenek fókuszálni. A talajban élő élőlények közösség által biztosított növények számára az aszályos periódus kapcsán egy stressz faktornak a megszüntetésére. Mi történik a növényeinkkel, amikor ugye aszályos periódus alakul ki? Egy stressz.
egy növényi stressz alakul ki, amelynek a válaszreakciója az, jól ismerjük az etilént, ugye, ami a növényi öregedést fogja szolgálni, és a talajban élő, hogyha mi megfelelő talajművelési módokat és megfelelő akár tápanyagutánpótlási rendszereket alkalmazunk, akkor képesek lehetünk ennek a aszály stresszre adott válaszreakció az etilén termelésnek a csökkentésére. És ez akár 10-15-20 nappal is tolhatja a növényeink öregedését, amely azért nagyon fontos, mert ebben a hektikus időjárásban nagy eséllyel azért havonta egy olyan csapadék van, amely a sztómazáródást vagy bármit kedvezően befolyásol a növényeink számára. Ugye ez egy remek jövőkép, de viszont nekünk a jelenről kell beszélnünk, és a közeljövőről, hiszen azért megtapasztaljuk az országot járva, hogy borzasztó állapotban vannak a vetések. És ezt már most a kalászosoknál észlelhetjük, de a jövőképe a napraforgónak és a kukoricának, a repcéről nem is beszélve, szintén ugyanez. Hogy állunk most a száj tekintetében, ha az országrészeket szemléljük? Itt már mondtam, hogy Mezőföldön helyek közzel azért még elviselhető ez a helyzet, mármint minőség és mennyiség szempontjából is, viszont aki az Alföldet járja, illetve a többi régiót, az bizony szomorkodhat, és nem csak gazda fejjel, hanem az átlagos ember is elszörnyed, amit lát. Igen, hogyha megnézzük, eleve a természet egy 2-3 héttel előrébb jár a megszokott kerékvágásból. Amellett, hogy az ország megint két pólusra szakad, hogyha lehet így fogalmazni, a nyugati ország részben tapasztalható, és akár még itt a mezőségi földeken is egy pozitívabb vízmérleg és a légkör szempontjából is optimálisabb légköri áramlatok érkeznek, amelyek ugye az aszályt mérséklik, azonban a déli-keleti ország részben rendkívül súlyos a probléma. Hogyha megnézzük a OMS-nek az aszály térképét, akkor látható az, hogy egy pár évvel ezelőtt a talajvízszintnek a csökkenése mínusz 150-ig tartott, most már 175-180-as szintet is elérünk, amely súlyos aszálynak tekinthető. A fő problémát az generálja, hogy ez nem csak egy termesztési évben lesz érzékelhető, hiszen a talajaink vízkapacitása rendkívüli mértékben apad ki, és ez a jövő évre is predesztinálja azt, hogy ha nem érkezik megfelelő csapadék, akkor nem lesz a következő vegetáció számára elegendő víz a talajban. Annak érdekében, hogy a talajaink ebben a hektikus időjárásban olyan kondícióban legyenek, hogy ezeket a vízkészleteket a legoptimálisabban tudják kihasználni, nagyon fontos az, hogy a talajainkat megfelelő állapotban tartsuk. Az, hogy megfelelő állapotban tartsuk, ez megfelelő talajművelési rendszerek, aszálykár csökkentő művelési rendszerek, és emellett a tápanyag utánpótlási rendszereinkben bekövetkező biológiai összetételre vonatkozó figyelmet is rá kell, hogy fordítsuk nagyon gyorsan, nincs idő várakozásra. Melyek ezek? Ha biológiai részt nézzük, akkor ugye eddig a talajaink fizikai és kémiai tulajdonságait néztük. A biológiai tulajdonság a talajban élő élőlények közössége. A talajban élő élőlények közössége szimbiózisban, együttműködésben van az ott élő növényeink gyökerével. Miért fontos ez? Ők olyan úgynevezett exopoliszaharidokat termelnek, amelyek képesek úgy működni, mint a mosogatószivacs. Mosogatószivacs jóval több vizet képes a porózus szerkezete miatt magában tartani, mint egy gipszlap vagy bármi ilyesmi, ami ugye taszítja a vizet. Nekünk ezt kell elérni, és ehhez hál' Istennek sok olyan plusz napjainkban fejlesztett termék van, amelyek ilyen mikroorganizmusokat vagy egyéb talajt regeneráló funkcióval rendelkeznek, segíthetnek ebben. Ehhez a források rendelkezésre állnak? Igen, az agroökológiai programon keresztül van több olyan támogatási rendszer is, ami aszálystresszt csökkentő, akár forgatás nélküli talajművelési rendszerekre ad a gazdálkodók számára plusz forrást, és van egy olyan rész is, amelyek olyan termékek alkalmazására biztosítanak plusz forrást, akár mikrobiológiai készítmények, kondicionáló készítmények, amelyek ezt a regenerációs folyamatot együtt tudják elindítani.
egy-egy komponens nem elegendő, a rendszer szintű gondolkodás az a legfontosabb. Kell-e változtatni a vetéseinken? Gondolok itt elsősorban arra, hiszen azért tudjuk, hogy itt Közép-Európában a alapvetés a búza, a kukorica, a napraforgó, az imént felsoroltak. És hát úgy tűnik, hogy ez próbálkoznak már a gazdák mással is, de hát ez marad, és ez nem is lehet kérdés. Hát ha csak abba gondolok bele, hogy az én gyerekkorom, ami azért annyira nagyon messze nem volt, elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy kivi ültetvényekről, kakiszilva ültetvényekről, pisztáciáról, vagy ne egy Isten olajbogyóról beszéljünk majd Magyarország tekintetében, de nagyon sok olyan kultúra van, ami az éghajlatváltozás következtében előtérbe került. Ha csak megnézzük azt, hogy ezek a mediterrán típusú növények is most már kellő mennyiségben áttelelnek, nyilván nem ez az elsődleges cél, hogy csak olajbogyó ültetvényeink legyenek, de az látható, hogy például az egyik főnövényünk, ahogy említetted is, a kukorica, egy nagyon rizikós növény lett. Ennek következtében keresnünk kell alternatívákat. Nagyon sok helyről kapok termelői visszajelzést, hogy azokon az aszály érintett területeken, ahol a négy főnövény közül a kukorica kiesik, ott a cirkot kezdik el preferálni, egy jóval aszálytűrőbb és szélsőséges időjárási körülményekhez adaptálható növénykultúra. Igen, itt összefoglalóan, ezt most hadd olvassam fel, mert ez egy olyan mondat, ami azt hiszem, hogy példaértékű ahhoz, amit mi elmondtunk, és amit majd tovább kell gondolnunk. Tehát, hogy összefoglalóan elmondható, hogy a genetikai sokféleség megőrzése, csökkenésének megállítása, valamint az élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrások védelme és fenntartató használata a földi élet, az emberiség táplálása szempontjából a jövő kulcskérdése. Ugye ez nem lehet vitás, és ez Európa valamennyi, sőt a világ valamennyi országára vonatkozik. Tehát akkor azért térjünk vissza arra, hogy van-e forrás, hogy mindezt megvalósítsuk, illetve mennyi időbe kerülhet. Mert hogy ugye mi is az alapoknál járunk még csak. Nagyon nehéz ugye egy olyan külső tényezőtől függő gazdasági rendszerbe eszközöket hozni. Gondolok itt akár az abiotikus tényezők, az időjárás, az aszálystressz okozta, amelyek azonnali válaszreakcióként jelentkezhetnek. Azonban van egy pár jó példa. Említettem itt a cirkot például. A cirok és az egyéb olyan növények, amelyek alternatíváként szolgálhatnak a magyar mezőgazdaság számára, az Agrárminisztérium is nyilván ugye a kamara is folyamatosan monitorozza, és próbálja termeléshez kötött támogatásba illeszteni, bővíteni folyamatosan ezeknek a növényeknek a listáját, annak érdekében, hogy azok az gazdálkodók, akik szakítanak a megszokott nagy négyes növényeinkkel, azok alternatívaként tudják ezt beilleszteni, és legyen egyfajta ösztönző rendszer. Nyilván fontos az mellette, és hál' Istennek elindultak pozitív változások, hogy ezeknek a terményeknek a fölvásárlása, termékpalettába történő illesztése megtörténjen. Hiszen az kevés, hogyha én csak termelek, egy komplett termékpálya szükséges ahhoz, hogy egy növény sikeres legyen. Nagyon fontos, amit mondtál, ugyanakkor az is, hogy a kamara vállalta, hogy a Copacogega féle széndioxid gazdálkodás címmel indított kampányanyagát közzéteszi. Ez segíthet azért a gazdáknak? Nyilván itt ugye külön kell, én úgy gondolom, hogy ezt külön kell kezelni. A maga a széndioxid kvótarendszerbe történő becsatolása a magyar gazdálkodóknak egy plusz jövedelem forrás lehet arra vonatkozóan, hogy az ő területeiken előállított biomassa, amely környezeti fenntarthatóság szempontjából a széndioxid szintünket csökkent, hiszen ugye a növényeink számára az létszükségletes, és ahogy említettem, ezt mint egy kereskedelmi platformot tudjanak bevezetni EU-s és később világszinten. Én úgy gondolom, hogy magyar gazdálkodóira számára ez, hogyha a rendszer alapkövei szilárdan fognak állni, ez egy jó alternatíva és jó lehetőség lehet a termelés optimalizálására. Nos, hát történjék így, mi más kívánhatnék, aztán a többit meglátjuk. Ez nem volt egy kerek mondat, de leginkább azért, mert hogyha megfigyeljük most az időjárás jelentést, és a nagyon komoly, ugye az agrármeteorológia
hétről hétre, napról napra követi, hogy mi minden történik Európa légterében. Azért láthatjuk, hogy rövidesen azért jön az eső, ami talán valamennyit segít. Nos, hát addig is várjuk, add már Uram az eső címszó alatt, és én pedig köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. És hát kedves nézőink, sajnos most nem tudtunk csupa jó és szép dologról beszélni, bár a mezőgazdaság általában mindig meghozza nekünk mindazt, amire vágyunk. De hát most ilyen esztendőt zárunk, és én ezt köszönöm szépen. Hogy én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, az éghajlatváltozásról beszéltünk elsősorban, hiszen ne legyenek illúzióink, az továbbra is sújtani fogja a magyar agrárgazdaságot, ennek ellenére azért higgyünk abban, hogy jó úton járunk és visszatérhetünk az eredendőhöz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.